Nagyon szépen köszönöm. Egyre inkább azt hiszem, hogy ilyen közösségekből kell újra összerakni az országot. Nagyon nagy szükség van rá, hogy felezzünk bárminek, de mégis a lényege az legyen, hogy családi, baráti közösségek, akik jól ismerik egymást, világosan és nyíltan tudnak beszélni egymással mindenről, ez nagyon fontos, hogy ne legyenek tabuk, mert ez az ország szét van vártolva. Egyrészt Trianonban, másrészt azóta is folytatódik. Itt, amíg jöttünk az állomásról, néhány mondatot beszéltünk arról, hogy ugye én nem akarok, én katolikus vagyok, de én azt szoktam mondani, hogy igazából én pogány vagyok. Hívő, magyar pogány. Ugyanakkor Magyarország ugye több vallásra is szét van szaggalva. Ez se jó, ez sem éppen velünk lévő dolog, nem támogató dolog. Az embernek az Isten hite vagy egyéb hite teljesen magánügy, és ezt így módon kell egymásba tisztelni. Én magam ezzel így is vagyok. Bármilyen vallású lehet valaki, az tisztességes, mert mondom, én is hívő pogánynak gondolom magam. Már csak azért is, hogy akkor menjünk a nyelv irányába már innen. Körösi Csoma Sándor szerint ez eredetileg ez egy szanszkrit szó ám, nem az a latin vidéki, ezt csak mondják, hogy a vidéki szóból van a pogány szavunk. Ez a bálvány szóból van, amivel valójában a nem keresztények csúfolták még annak idején a bálvány imádó keresztényeket, hiszen szobrokat használ a kereszténység, ugye meg képeket, tehát ez egy ilyen csúf ragadvány nép Körösi Csoma Sándor szerint. Most mondjuk keleti tapasztalatokkal is rendelkezik. Én nagyon sokat tanultam, és minden ilyen sokat tanultunk Körösi Csomától, akiről elfeledkezünk, holott talán az egyik, nem talán, biztos, az egyik legnagyobb magyar, hanem a legnagyobb, aki ugye megcsinálta az angoloknak ezt a tibeti angol szótárt, mínusz 14 fokos kunyhóban, mert nem volt kémény, ugye tüzet kellett azért rakni valahogy, teját főzni, és kérem szépen ő ott másfél évig júzsíros, fagyus teán élt, semmit más nem evett. Csak teát, meleg teát. Ha kinyitotta ugye az ajtót, akkor bejött a hideg, így is általában mínusz 10-14 fok volt állandóan ebben a helyiségben. Rendkívüli ember volt, én magam nagyon-nagyon-nagyon tiszteltem. Írtam is róla egy címdarabot, amit elfogadtak, de aztán segény Sik Ferenc meghalt, és utána más nem foglalkozott vele, de kérésre én abból csináltam rádiójátékot, és mint ilyen ötször, hatszor, nem tudom, hányszor elhangzott. Azért emlegetem Körösi Csoma Sándort, mert ő kérem szépen, amiközben megcsinálta ezt a tibeti angol szótárt, annyit tudnunk kell, hogy ha egyetlen országot néznénk, akkor Indiában van egy országon belül a legtöbb nyelv. Mintegy 2000 fajta nyelvet tartanak nyilván Indiában, de ebben benne vannak a tájnyelvek is. Akkor is ez nagyon sok. Nem tudom, önök mit gondolnak, hogy hány nyelv lehet a világon? Több ezer, 3,5 ezer. Köszönöm szépen. Csak kíváncsi voltam, igen, nem könnyű ezt megmondani. Nem könnyű. Na most én találkoztam olyan hivatalos tudós úrral, aki azt mondta, hogy 5 ezer. Általában 3,5 ezeret szoktak elfogadni. Hármat, 3,5, hogy annyi van. Hát nem lehet megszámolni. Volt módonban Gyurkovics Tiborral együtt, amikor 70, nem is tudom hányba, 74-be talán kimenni Kazasztánba. Én nem nagyon akartam, őszintén szólva, úgy beszéltek rá,
És senki nem akart menni a Szovjetunióba, ez az igazság. Most nekem azzal beszéltek rá, hogy nem Moszkvában leszünk, hanem elmegyünk. Tényleg Almatába el is mentünk. Tehát én ott egy csomó török néppel tudok találkozni, és így is jön. Aztán ajtmatokban jó, össze is vesztem vele. Már négy oroszul. Mondtam neki, nagyon szép anyanyelve van, ugye. Ő kirgiz, nem is kazak az ajtmatok. És ezek mind török nyelvek. A kazak is török nyelv, a kirgiz is török nyelv. Szóval csak kisebb nép van, a török nyelvűek. Na minden esetben, mert ő oroszul kezdett írni, mondta, újabb könyvet oroszul írják. Mondom, elég baj. Ezt nem kéne ezt csinálni. Utána fordítsa le oroszra. Na kérem, tehát Közép-Ázsiában is volt módunkban eljutni, és amikor a repülőtéren odajött hozzánk 3-4 fiatal kazah író, kérem, akkor 3-an jöttek, nem 3-4, pontosan 3-an jöttek, és akkor ők velünk akarnak beszélni minden áron, és mondták, hogy alma, alma, az atya, az ata, ata, ez azt jelenti. Aztán szív, szív, és így tovább, ana, ana. Mondták így a közös szavakat, mert bizonyos szavaink, mondhatom, szinte az egész világon megtalálhatók. Ilyen például, és nem véletlenül kezdtem el mondani, ismerik azt a nevet, ugye, hogy Atatürk. Mit jelent az? Ez a lényeg, ugye, az Ata benne van. Atyát jelent, igen, törökök atya. Valójában ugye, hát nem szeretem ezt a szót, hogy reform. Tulajdonképpen ő alakította nagyon jelentősen a török társadalmat, és azt hiszem, hogy ő ezt megtette, annak az lett a jó következménye, hogy megmaradt Törökországnak egy jó része töröknek. Ugye csomó rész levált, ugye Szíria, Irak, stb. Minden török birodalomhoz tartoztak, Egyiptomban egyik, és még ott más ország. Azonban a török maga, török rész megmaradt, bár nem tudom, hogy a kurdokkal miért nem nélkülnek ki, az is törökös nép. Tehát az sem idegen nép. Valakik ott is besegítenek, hogy gyűlöljék egymást, hogy ne elégedjenek meg, ugye? Ahogy most Irakban is az van, ugye, hogy a szíták és a szuniták, ugyanaz a nép, csak más a vallás. Most ennek ugye nevében írthatják egymást. Ez borzasztó dolog, nagyon borzasztó dolog. Nem, föld... Na hát, ezt én is szüntek, nem akarok erről beszélni. Azért írtam ezt föl, mert kérem szépen, mostanában másfél éve már egy szótárt készítek. Méghozzá egy kecsua magyar szótárt. Kecsua, valaki hallotta már ezt a... Ezek az inkák, ez az inkák nyelvét hívják kecsua nyelvnek. Peruba. Főleg Peruba élnek az inkák leszármazottai. A kecsua nyelv ugyanis a ragozó nyelv. Ragozó nyelv, és a teljes kecsua népdal kincs 5 fokú. Fentatom. Nos, azt hiszem ez már elég, hogy egy magyar fölkapja a fejét, és odafigyeljen, mert először is ragozó nyelv, hát az elég kevés van. Annyira, oly módon ragozó nyelv, mint a magyar, egy sincs. Hát a magyar kívül. Egy sincs. Már megmutatom, hogy miért is. Hogy miért merem ezt nyugodtan állítani, anélkül, ugye, mert ez felelőtlenség, anélkül, hogy a világ összes nyelvét ismerném, mert csak akkor lehetne ezt kimondani, ugye, de az ember nem ismeri. Azonban úgy nagyjából mégis a vonulatokat ismerem. Na most az inkáknak volt egy királyuk, akit a spanyolok kiirtottak. Ki emlékszik a nevére? Egy része már fel van írva. Bizony, jó mondta, Atahualpa, így van, ugyanazt jelenti, mint a török hata. Ugyanazt jelenti, mint a magyar hata, ata, atya, atyafiság, és így szóval. Ugyanazt jelenti. Na most nagyon fontos magyar szavak előfordulnak a világ minden részén. Nyugodtan mondhatom, hogy magyar szavak, azért mondhatom, nyugodtan is felelősséggel, mert a magyar nyelvben logikai rendszerek és láncolatok kapcsolódnak össze. Majd ezekből is látunk néhányat.
Hát most csak éppen így kezdtem, nem is tudom, hogy miért. Ugye, ha mindjárt mondjam a japánt, a japánban az ata, az az oto. Oto szán, apa úr, tulajdonképpen ilyesmit jelent. Elkezdtem egy könyvet írni arról, hogy kik és mennyit foglalkoztak a japán nyelvvel. Nem tudom, sikerülő befejezem, 60 oldalnál tartok, de mindig annyi más minden van, amit mindig meg kell csinálni, hogy egy kis szótárt is közlök, egy pár száz szó lesz benne. Na kérem, itt tartunk, tehát az inkárnál tartunk, és én azt mondom, hogy akkor most inkább jöjjünk vissza a magyar nyelvhez, mert mindennek a kiindulása mindenütt a magyar nyelv. Biztos vagyok benne, 40 éves kutakodás után, hogy a magyar nyelvnek döntő jelentősége van a világ nyelveinek kialakulásában. Ez nagyon régi folyamat, én már előre mondom, amit a végén szoktam egyébként mondani, hogy a magyar nyelv olyan, mint a kisgyermekek, mérnökök, muzsikusok, költők együtt találták volna ki. Most ez a nyelv akár jöhetett máshonnan. Tehát nem biztos, hogy a Földön keletkezett, minden kapcsolat nélkül. Ezt nagyon komolyan mondom, hiszen eddig megjelent 56 könyvem, abból 7-et nyelvről írtam. És hát nem tudom, hogy az éppen, mert az már elfogyott lehet, amit most meg akarok mutatni. Itt is van egy karjól. Kérem szépen, úgy látszik, hogy nincs. Mindegy. Az a címe, egy Bábel után, 640 oldal, az utóbbi, mert tetszenek ismerni, igen. Most azt azért akartam csak megmutatni, hogy körülbelül gondolom én, hogy több mint 1000 oldalt írtam a nyelvről, amit nem kevés. Igaz, hogy az idő is elég sok, amit ezzel átöltöttem, csak most már bizonyítékaim vannak arra, hogy a magyar nyelv alapja a logika és a matematika. Szóval látszólag egy olyan dolog, én, aki nem szerettem a számtant, sose, középiskolában se, nem szerettem a nyelvtant, most mire kényszerülök, a számtant tanulmányozom és élvezem, és hát ugye nyelvvel foglalkozom. Persze nem ugyanaz a dolog, hogy nyelvtan tanulni, ezt én tudom, és mégis hát ez a sorsnak a fintora. Mit értek én ez alatt? Mivel mennyire is osszuk be ezt a mostani estét? Mennyi időre? Fél óra. Amikor megyünk. Jó, akkor kérem szépen. Egy kicsikét menjünk bele a nyelv alapjaiba, és aztán akkor rátérünk, amennyire lehet a számtan részre, mert borzasztóan izgalmas. Szóval az, hogy előre mondok valamit, hogy minden magyar, akár tudja, akár nem, a kettes szám rendszer szerint gondolkodik, és beszél. Akár tudja, akár nem. Annyira benne van ez a nyelvünknek szerves része. Hát ugyanúgy mint sok minden más, ez a szerves része, ez hozzátartozik a nyelvünk lényegéhez. Na de most kezdjünk, megint ugorjunk egy kicsit vissza. Nem tudom, ugye kihallgatott már valamilyen előadásomat, vagy most úgy teszek, mint a most hallgatnák először. Mert bizonyos alapokat el kell mondani, olyan, mint a rábécét meg kell tanulni, az ember olvasni akar, egy picit ilyen ez. De most mondok önöknek egy versort, amit fölismernek, azt hiszem. Többféleképpen mondom el, például így mondom el, hogy tépli vigyi higgyi hízi higgyi zigyi vizsgi cigyi. Mindenki tudja. Kim szípin vigyi míri biszínű ihnisi, csipi ihnzíri szilvi is migyítik ihnzíri isi. Vagyis egy döntő dolog, ez ami egyik legfontosabb dolog, amire a nyelvkutatókodás közben rájöttem, hogy a magyar nyelvben a mással hangzók hordozzák a jelentés tartalom zömét, 90%-át mondjuk. Körülbelül, ezt nem lehet meghatározni, persze, ez egy átlag. És a többit csak árnyalják a magánhangzók. Gondolják meg, hogy ez nem véletlen,
hiszen a világ összes kisgyereke körülbelül másfél éves koráig bármilyen anyanyelvű egy nyelven beszél. Ez a nyelv. Ez inkább egy magánhangzós nyelv. Ez az oás nyelv. Amikor is ingerekre arra, hogy éhes vagy fáj valamire, jelez, magánhangzókkal jelez. Ez egyetemes. Tehát a magánhangzónak nincs konkrét értéke, nem azt mondja a magánhangzó, hogy édes anyukám, fáj a hasam, hanem csak azt mondja, hogy és akkor az anyuka figyel itt, hogy mi baj van. Ez egyetemes a világon, tehát minden gyermek jellemző. Az is egyetemes, hogy amikor ocsúdik, tehát amikor az értelme kezd ocsúdni, amikor az értelmével kezdi megközelíteni a világot, akkor kezdi kérem formálni a mással hangzókat. Tehát akkor lesz tudatos a mamma, papa, baba, 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 valamilyen módon tehát kidudorodik az arca, és ebből lesz a mód, például a D, a dagad, aztán a B, a B, B, ugye, a bum, és a bum. Na most a magyar nyelven, az, ami történik, hogy mondjuk, hogy b, b, és ebből van a bum. Nem véletlen, hogy nem a K hangzót használjuk a bumhoz, hanem itt van. Ez egy ősi, örök, sok tízezer éves megfigyelések. Hogy amikor dudorodik, vagy puposodik, vagy bubosodik az arcunk, akkor bizony a B hangzót használjuk. Illetőleg, amikor a B hangzót használjuk, nagy odaig megfigyelték, akkor dudorodik, puposodik. És lesz bum az arcunkon. Most, hogy itt rögtön én nagyot ugorjak, azért végén megértik ám. Nagyot ugorjak. A magyarban ugye a középfok, ugye szép szer, jó, nagy-nagyobb. Középfok jelen ugye a 2B. Tetszenek látni, hogy ilyenkor valami nagyobbodik. Nagyobb, ez a babus nagyobb lesz. Tehát nem véletlen, hogy a nyelvtanban azok a hangzóink szerepelnek, és azok a hangzók fejezik ki ezt a jelentéstartalmat, amelyet kifejezik. Mert például, valaki mondja nekem erre egy mással hangzót. Nem sokat lehet mondani, kettőt. Az egyik a K, úgy van a másik? Ez T. T, azaz, ugye, persze, hogy az. Igen, de két kemény hangzó, igazi kemény hangzók van, a K és a P. Egyébként, ha megteszenek nézni egy magyar valamilyen szót, tehát magyar hangon, magyar néven, akkor ez a két mással hangzó, a K és a T, mint egy 40%-et ezekkel a szavakkal, ezekkel a hangzókkal kezdő veszi el a szótárnak. Azok a szavak, amelyek tével vagy kárval, tessene megnézni. És az összes többire jut a maradék. Mert fontos, hogy ezek karakteres hangzók. Na most még, hogy itt egy picit csak menjünk bele, hogy a logika hogyan működik. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy kő, koppan, kavics, kövecs, kalapács, milyen jelentésük van ezeknek a szavaknak? Lágy vagy kemény? Kemény. És milyen hangzókkal kezdődnek? Kemény. Nézzük azt, hogy lágy, puha, pihe, dal, dudor. Milyen jelentésük van? Inkább lágy, puha, igen, szellő, és így tovább. És milyen más hangzók vannak benne? Lágyak. Na most még egy ilyen belső, ez ugye nem 100%-os, tehát hála Isten a nyelv egy élő rendszer is, de ezek jellemzők, az ősi szavaknál ezek jellemzők. Hogy azt mondom, hogy szél, vagy susog, vagy azt mondom, hogy dúdol, akkor a dúdolás az nem valami kemény dolog. Tehát nem véletlen, hogy amikor az énekes, mindig ide-oda megyek, ugye? Ne haragudjam. Amikor az énekes ugye skálázik, vagy gyakorol, hát akkor milyen hangzót használ? Az ellen. La 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 la, mert ez a leglágyabb hangzó.
Tehát leginkább ezzel lehet a dallamot, abba is bevalékült az el, a dalt és a dudolást ezzel lehet kifejezni. Tehát ha tetszenek figyelni, a nyelvünk minden porcikája valamilyen módon logikusan teszi azt, amit tesz. Jelenti azt, amit jelent. Vagy viseli azt a jelentéstartalmat, amit visel. Minden porcikája, magánhangzók, mássalhangzók, mind egytől egyik. Egyébként érdekes módon, mert nyilván ez majd előjön, mint kérdés, a laulu, az finnül dalt jelent. Na most ezzel a finnugor dologgal, hogy is vagyok én? Mert gondolom, ez szóba kerül. Nem töltem azzal az időmet, hogy a magyar finnugristákkal én vesződjek. Mivel én magam a finnekkel nagyon jóba vagyok, és fordítottam eredeti bőve 200 verset finnből. Tehát én elmondhatom a véleményemet az egész finn dologról. Most is tartottam márciusban 8 előadást Finnországban, egyetemi meghívásra. És most is az a véleményük a finneknek, hogy ne a magyar finnugrászat mondja meg, hogy hol volt az ő őshazájuk. És így tovább. Kikérjük maguknak. Ez a helyzet. Az egész finnugor dolog érdemes vele foglalkozni, de egy idő után ugye mással is kell foglalkozni. Mert nem csak egy út vezet a világon, ugye ahhoz, hogy eljussunk sok fontos helyre, hanem sok út vezet. Na most a finnugrászat pedig úgy működik, mint az inkvizíció. Aki más mond, az tup, fejbe vágják. Ez a véleményük. Ebben úgy látszik, más nem nagyon lehet. Nos már, tehát az kérem a Habsburgok által támogatott, ugye Hunsdorfer úr, aki hópalmi lett, az lett a kezében az egész magyar nyelvészet problémáját, nagy Habsburg támogatással, majd behozta ide ismerőség, vagy rokonát, barátját, a Bugenz Józsefet, aki 20 éves koráig nem is tudott magyarul. Na már így ők ketten határozták meg jó részt, hogy a magyar, az ugye honnan származik, és hogy mivel függ össze. Hát kérem, ebből már réges-régen elég volt, és nyissuk ki a szemünket az egész világra. Ne csak egy pici kis szelepére. Kétségkívül, hogy a finn nyelv, rokon nyelv, kétségkívül, hogy a kis finnugor nyelvek, rokon nyelvek, csak hogy nem úgy van, ahogy be akarják állítani, hogy mi ezektől a kis nyelvektől vettük át a magyar nyelvet. Szó nincsen. Ők a magyar nyelvből leszakadó részekből állnak össze az ő nyelvei, például a mansi, bóguloké, abból is fordítottam népdalokat és verseket is, tehát kicsikét belenéztem én ezeknek a nyelveknek a lelkébe is, a múltjába is, úgyhogy ezeknek nincs akkora alapjuk és világuk, hogy úgy történt volna, hogy belőlük egy nagy nyelv kialakuljon. Szó nincs róla. Nem azért, mert ez presztízs kérdés, hanem mert egyszerűen a tények is ezt mutatják. És a tények, mondják, ugye makacs dolgok. Tehát a finnugrászattal az én gondom, hogy a szabadságot tagadják, az alapvető, a gondolkodás alapvető szabadságát. Márpedig legyen az bárki, akárki, ha ezt teszi, az már azzal nekünk nincs mit kezdenünk. Azt hagyni kell kívül, azzal nem kell még húzakodni se, nem érdemes energiát fordítani rá. Egyébként a finnek nagyon tehetséges nép. Mindenki ismeri ezt, hogy Nokia, ugye? Nokia. No, ki az, aki tudja, hogy mi ez? Mi ez? Minek a neve eredetileg a Nokia? Ez egy finn város. Egy finn kisváros, közép-finnország. Akik a 30-as években, de nagy volt a munkanélküliség, kitalálták, hogy gumicsizmát gyártanak, és ekkor indult el Nokiába a fejlődés. Ma már Finnország tőke kihelyező ország. Bizony. Na ennyit. Szóval a finneket nem kell kitagadni, beletartoznak ők ebbe a rokonságba, csak nem egyedül. Vannak itt még mások is, és hagyjuk, hogy ők is érvényesüljenek. Nagyon nehéz ám, amikor az embernek itt adnak egy labort, és adnak egy docspocsit állhatok, miközben tudom, egy óceán kell úsznom, egy óceán kéne átúsznom. Ha igazán a magyar nyelvről akarnak lényeges dolgokat mondani, már pedig ez a szándékom. Tehát ott tartottunk, hogy a magyar magánhangzók,
azok inkább árnyalják a jelentést, azok inkább érzelmi hangzók. Mással hangzóknak komoly szerepe van, komolyabb a jelentéstartalmat illetően. Nem mi, egyébként gondoljanak arra, hogy a magyar rovásírásnál nem kell használni már magánhangzót, csak ritkán. Mert a mással hangzókból következik, hát először is ugye, ha kiejtjük a magyar ABC-ben, óriási rend van, nem is hiszik el? Olyan rend van például, ami alapvető, hogy azt írunk, amit ejtünk, azt ejtünk, amit írunk. Én nem szeretek és nem is akarok más nyelvek ellen beszélni, de valaki tud például angolul, fölírok egy szót, illetve kettőt, na. Ugye, itt most úgy, ahogy magyarosan mondom, fölírtam, hogy better, és fölírtam, hogy perfect. Na most, hogy ejti ezt az angol? Peter, igaz? Ugyanaz az el. Ez pedig perfect. Tehát itt van Peter, ez pedig perfect. Tetszenek látni? Fölcserélődik. Pedig semmi nem indokolja, hogy így legyen. Tehát nincs meg a biztos ősi ejtés. A szilárd, megdönthetetlen ejtés. Például az angolban. Ugye, na, sok vita van ám erről. Még a példának fölhozták sokan a magyar nyelvet is, hogy úgy kéne, hogy a magyarok így jár. Hogy itt nincs vita. Az a hangzó, bárhol van, az a hangzó. Egy-két helyen van, például a Vörös Sándor, ugye Veröresnek írta. Tehát egy-két régi névnél van másfajta ejtés, mint ahogy írjuk. De más lényeges nincs. Na most ez azért döntő, mert kérem szépen, így ezer éveken át megmaradhatott. Tudhatjuk, hogy hogyan ejtették. Önök tudják azt, hogy mondjuk egy dél-németországi ember, na így most, egy fölmegy az északi tengerhez, és bemegy egy kocsmába, és a felét se érti meg, amit az a német ott beszél. Most. Nem régen, most. Nem az ónémetről van szó, a mostani németről. Az ónémetet, az ódajcs, ugye, nem is, ezt nem is ismeri, egész Németország nem, hát egy-két ember a kezdve foglalkozik. Ugye a Hochdeutsch, meg a, szóval itt, vagy a görögről nem beszélve, és egyéb nyelvekről. Szóval nálunk ilyen nincsen. A tájnyelvek is, kérem, annyiba változnak ugye a szögedi, hogy a magánhangzók változnak többnyire, mint ahogy itt most ezzel el is játszhattunk a magánhangzókkal. Azok változhatnak, de ott állnak stabilan, biztosan a mással hangzók. A K mindig K, a T mindig T, és így tovább. Ez nagyon nagy stabilitást ad a beszédnek. Biztonságot. Na most, tehát nagyon gyorsan akkor ezt akkor szaladjuk végig, és akkor ezt zárjuk le. A magyar nyelv, tehát ragozó nyelv. Mit jelent? Az, hogy ragokat ragazgatunk, rakosgatunk a szavak végéhez, a szavak elejéhez és a szavak közepén. És ott vannak a ragok. Mindjárt mutatok rá példát. Tehát mi a ragokat és a képzőket bárhol elhelyezhetjük. Szavak elején, szavak közepén, szavak végén. Ez az óriási lehetőség nyílik. Egy-egy szógyök bárhol ott lehet. Hát nem is tudjuk megmondani valójában, ezt egy nagy számítógéppel lehetne kiszámítani, hogy hány magyar szavunk van. Az, hogy hányat ragozhatunk, hozhatunk létre ragozással és képzéssel, az végképp nem. Ezt kell majd egyszer csinálni, a fiatal embernek rá kell szánnia életéből egy jó részt, csinál egy rendszert, és akkor kiszámítja, hogy a ragokkal, képzőkkel hány szót tud a magyar képezni, ragozni, előállítani, működtetni a nyelvben, inkább így mondom. Ugyanis, milyen dolog ez, kérdezőben. Cucor Fogarasi annak idején már rájöttek, hogy milyen fontos, sajnos én csak, nekem csak 15 éve van könyvem tőle, tudtam róla, tőlük, hogy milyen fontos, hogy meghatározza olyan, mint a fa gyökere. Tehát a fa gyökere, a körtefa gyökér, abból körtefa lesz. És fönn a törzsen is körte terem. És így tovább.
tehát az embernél is a jellem, a gén, mondhatnám, meghatározza a későbbi embert, hogy milyen lesz, hogyan alakul ki a legkisebb vonatkozásban. Most a magyar nyelvben ez nagyon pontosan megvan, tehát ragozó nyelv, tehát azt ejtünk, amit írunk, van egy zenei, külön zenei törvény a magyar nyelvben. Ezért van minden ragból legalább két magasság. Nak, ne, ra, re, babá, és így tovább. Mert amikor a szótőben megzendül egy mély hang, akkor a rag is, meg a képző is, pán, pán, ugyanazt mondja, ugyanaz a hang jön elő. Ez a magánhangzó illeszkedés törvénye. Ez zenei törvény. Tehát ez bizonyos lüktetésszerűen beszélünk. Ha akarjuk, ha nem. A magyar újságokat néha nézem, mert mostanában nem megnézem. Mert a vezércikkben, meg az első oldalakon is kérem, időmértékesen írtak az újságírók. Ez is az volt, amit szóval nagyon könnyű a magyar nyelvben, Mezzopánti is ezt mondta, aki a Vatikánban bíborosként volt, a Vatikán vezető könyvtáros, a Kosztolány azt mondta róla, hogy ő a nyelvek pápája, mert állítólag 100 nyelven beszélt. Hát lehet, hogy csak 60 nyelven mondja valaki. Na mindegy, most lényeg az, hogy rendkívüli nyelvtudású, zsenialitási ember volt ez a Mezzopánti, és magyarul is tudott természetesen elég jól, és kérem szépen, mindig közbeszélök egy kis ilyen dolgot, ugye nem baj. Igaz történet, egy cseh költővel beszélgetek valamikor 1830-ban a Vatikán könyvtárban, Mezzopánti. Egyébként Kosztolány is írt róla többször is. És azzal együtt azt írja Kosztolány egyik kis eszébe, az a címe, hogy a kis Mezzopánti. Hogy van, aki gyerekkorában 4-5 nyelvre sem megkapadja tanítani a gyerekét, még egy nyelvre sem tanul meg. Mert nem lehet. Szóval akkor lehet igazán, ha egy nyelvet stabilan, biztosan gazdagon tud, mindent el lehet építeni. Persze a különbség az, hogy aki magyar anyanyelvű, az sokkal nehezebben tanul meg, a kezdetben legalábbis más nyelveket, mi mondjuk a német angolul, a spanyol, a németül, az olasz, a svédül, mert ezek egy rendszeren belül, hasonló rendszeren belül vannak, hát ugye nem ragozó nyelvek, hát ez így van egyébként, hogy valóban egy spanyol, olaszul könnyebben megtanulnak, ugye egyrészt a latin alap, bár ez a latin alapot is felületesen mondja, mert a latin alap mögött ott van egy korábbi alap, kérem szépen, Etrusco una forma arcaica de ungarese. Ez az eredeti Etrusz könyvnek a címe, ami nekem megvan, ami azt jelenti, hogy az Etrusz egy ősi formája a magyar nyelvnek. Mario Anima, ez a magyarul is megvan. Én hozattam meg Milánomból, és már kiadó kiadta, és elég sikeres. A lényeg az, hogy mindig egy kicsit kitérek így a művelődésre, mert ezek a kapcsolatok fontosak. Alinei, kérem, egyébként európai élő tudós, Utrechtben tanította 30 évig, és van egy nagyon fontos elmélete, amit úgy ismernek először, magyarul mondom, folytonossági elmélet, de egyébként egyetemesen kontinuitásnak mondják. Aminek az a lényege, hogy a népvándorlás, a történelmi népvándorlás nem úgy volt, hogy ezt csak elkezdtek innen ismerni, onnan is, és akkor mindenki vándorol ide-oda. Nem, hanem bizonyos erővonalak mentén, bizonyos okokból, történelmi okok, erőviszonyok, stb. Elindult egy nép, meggyógyított egy másikat, és mentek egymás nyomába, ugye közben eltelt több évszázad, vagy esetleg évezred is, de nem véletlenül mentek, hanem egyrészt ezek rokonságban voltak. Ezeknek még a nyelvük is hasonló volt. Tehát így például a Kárpát-medencében a Gyula bácsi, a László Gyula bácsi nagyon szerettem, és volt szerencsém vele jobban lenni, mondta, hogy kérdeztem tőle, Gyula bácsát mennyi lehetett, hány honfoglalás lehetett, vagy honvisszafoglalás. Azt mondta, hogy 7-8-at biztos be tudna ő bizonyítani. Hát ugye a kettős honfoglalást az végül már nagybából elfogadták tőle, egyébként Aline is ismeri ezt az elméletet. Most a lényeg tehát az, hogy ahogy a szelek, a levegő
Tehát ahogy a Földön tulajdonképpen még a fű is mozgásban van, úgyhogy néha odébb telepszik. Ugye a sivatag elnyomja odébb. Tehát a Földön több minden okból, nem akarom ezeket felsorolni, önök is jóval tudják, évszakok változása, ugye az, hogy több, év, több jégkorszak volt, ugye ez azon múlik, hogy a Föld tengelye egy picit kitér néhány száz vagy ezer évig, és akkor megváltozik egy kicsit az éghajlat. Gondolják el, hogy a Föld tengelyének egy fokos változása az akár 40-50-60 fokos hőmérséklet változást is jelenthet. Ugye a napsugarai már más szögbe érik a Földet, sok helyen ugye hideg lesz, még hidegebb, más helyen pedig esetleg meleg lehet. Most ezek magyarázzák azt, hogy a elsivatagodást, hogy valaha ugye Afrikában is erdő voltak, szavannák voltak, és így tovább. Tehát a Földön ezek a változások előjöttek és előjönnek, egész addig, amíg nem tudjuk teljesen stabilizálni a Föld tengelyét, miközben kering ugye a nap körül, hogy az, mert közben egy ilyen mozgást ír le a Föld tengely, csak ugye lassan. Amíg ezt az emberiség nem tudja, egyszer majd lehet, hogy tudja, de lehet, hogy nem. Nem tudom. Tehát addig ezek a változások fönnállnak, és ezek a változások hatással voltak az élő lényekre, így az emberre is, tehát kénytelen volt új legelőt keresni, na most ha nagyon durván akarom mondani, élő helyet találni magának, ebből is következtek, sőt elsősorban ebből következtek a nemzeteknek, a népeknek a mozgásai. Na most, jött kérem a ló, jött a ló, amelynek mindmáig, ezt nem az én dolgom, de ezeket olvastam, tehát ezt szavai illető tudósoktól olvastam, amelynek az ősi volt, az ősi nyomait nem találták meg Eurázsiában. Tehát az ős ló, amely megjelent most egyébként, nem most már 4 éve, de most már magyarul is megjelent, de a Ló Enciklopédia könyv, 2 könyv is, vigyázni kell, nem azt kell elolvasni, amelyikben a lovak futtatásáról, meg a lovaglásról van szó, hanem a ló történetét kell elolvasni. Tehát kiderítették, hogy az ős ló az Észak-Amerikában található meg, mintegy 60 millió évvel ezelőtt. Már megvoltunk róka nagyságú. Hát persze, hogy hasított patás. Szóval ugye végig megtalálták a lenyomatokat. A legutolsó, ami már lónak nevezhető, az is egy millió éves, az Ekkusz. Ekkusz. Így nevezték el. De ez a magyar egy, majd meglátják, hogy itt a magyar egyről van szó, az ek, egy. Erre még több példát is mondok, bizonyító elejé példát. Tehát a ló azért említendő, mert a Bering szoroson hozták át a lovat Eurázsiába. Utoljára, ezek a nyomok szerint és a leletek szerint, utoljára 20 ezer éve jött át a ló, utána már a Bering szoros egyrészt távolodott, másrészt ugye főként csak télen nagyobb volt a jégkorszak is, hát teljesen befette a Bering szoros lovát, tehát a kérdés is. Ma már ez nincs meg, már olyan távolra került, hogy nem kell ide a jég meg a hó a Bering szoros sem. Tehát utoljára mintegy 20 ezer éve, ezek persze nem volt, ezek tudományos megállapítások, mert tudományos megállapításokkal az a probléma, hogy ott mondjuk 100-200 vagy akár 1000 év ide-oda, azt elég nehéz megállapítani, nem mindig lehet, ennyi szólva. A lényeg tehát, hogy amikor a ló átkerült Eurázsiába, és elkezdték nagy mennyiségben tenyészteni, és használni, akkor kérem szépen fölgyorsult a népvándorlás. Ha addig a népvándorlás ugye óránként 5 kilométer lehetett, a lóval ez ugye 30-35-re nőtt, jelképesen mondom, de valóságosan így van. A ló megváltoztatta az úgynevezett nomádság kultúráját, műveltségét. És tévednek azok, akik azt hiszik, hogy a nomádok alacsonyabb rendű, alacsonyabb műveltségűek, mint a letelepedettek. Sőt, a nomádoknak maguknak kellett előállítani a vasat,
a kardot, maguknak kellett ugye a kendert termelni, a kötelet csinálni, földolgozni, maguknak kellett a nyerget, maguknak kellett a kardot kovácsolni, és így tovább. Tehát a nomádoknak mindent kellett tudniuk, ha élni akartak. Ráadásul a nomádokat aztán egyre inkább nyomta a 10 meg 10 000, a 100 000 állat, különböző állat tartása, azoknak ugye életállalnak élniük kellett. Tehát egy nomádnak ismernie kellett, kérem, maga körül a környéket, legalább 1000 kilométerre, hogy bármikor oda tudjon menni a több százezer állatával, annak, hogy legyen hely, legyen víz. Tehát a nomádság kultúrája, ezt a szót sem nagyon szeretem, a nomádság műveltsége sokrétű, kényszerűen és magasabb rendű. A nomádságnak ismerni kellett a csillagos eget. Ugye? Mert másoktól is biztos hallották, hogy olvasták, hogy a mezőkövetdi asszonyom, vagy mások, ahol meghonosodott, és ma is nagy hagyománya van ugye hímzésnek, azok ősi csillagképeket is hímeznek. Nem is tudják, ők a disznek gondolják. Pedig azok ősi csillagképek, azoknak a megfigyelései. Hát Pap Gábor ezekről nyilván sokkal többet tud, mint én, amit mondott, mint én. Minden esetre azt akarom csak ezzel mondani, hogy a eleinek nagyon magas rendű műveltsége volt. Akik megtanultak ugye lovagolni, megtanultak lovat tenyészteni, méghozzá szükség szerint. Kellett nekik karcsú, kecses, gyors ló, és kellett nekik teherbíró ló. Az nem annyira karcsú, kecses, tehát ők ezt a tenyésztés folyamán eljutottak oda, hogy fölismerték, hogy milyen keresztezés kell, ugye, vagy keresztezéseket kell elvégezni ahhoz, hogy ilyen vagy olyan fajták, volt idő. Hát itt sok 1000 évről van szó. Most egy kitérőt teszek megint kérdezőben. Ez a kitérő pedig nem más, mint az egyik könyvemnek a címe, de ez nem reklám, mert már nem kapható az a könyv. Úgyhogy nyugodtan mondhatom. Az a címe, kérem ennek a könyvnek, hogy egyébként egy gyerekben, nem egy könyvben, mert is benne van ez a sor. Igen. Aki fázik, fát keres. Na ugye ezt tudjuk, mert hogyha fázunk, kint vagyunk valahol, tüzetek adunk rakni, akkor nekünk is fát kell keresni természetesen. Most kérem szépen, a Spektrumon volt egy műsor, de persze több forrásom is van, amikor angol tudósok vitatkoztak azon, két tudós, kérem, hogy az emberiség mióta gyújt tudatosan tüzet. Mégpedig úgy, nem csiszolással, csiholással, nem a kovakő. A kova, egyébként, hogy hogy állunk, kérem, a kovács szavunk a szláv eredetű, mondják a nyelvészek. A kovács az nem más, mint a kovás. A kovás ember, akinek mindig ott volt a kő, bármikor a kellett tüzet csiholhasson. És bármikor a kellett patkót készíthessen, vagy éppen kardot. Még kisgyerek voltam, nagyon szerettem, ugye zavai vagyok, nagyon szerettem bemenni a kovács. Majdnem minden nagyobb faluban volt kovács, ugye. Minden faluban szinte, csak először szinten el. És megkérdeztem a Bunci bácsi tűrjén például, sose felejtem el, hogy még egy csodálkozó nézett, és megkérdeztem tőle, hogy mi a legfontosabb itt, ma Bunci bácsi, mi a műhelyben? Mit gondolod, mit mondod? A tűz, bizony, a tűz az legfontosabb. Tehát ezekből a dolgokból is nyugodt lélekkel mondhatom, hogy a kovás ember, ez a magyar nyelv ás és képzőjéből van. És semmiféle szláv, meg ilyen eredet, szó sincs róla. Itt ez beletartozik egy rendkívül hosszú, a kova szó is, ugye innen van. A kova, a kavics, a kova, kova kivi, annyit jelent inni, hogy kő. Úgyhogy nem kell a tím nyelvet elvenni, mert egy csomó dolog, ami nálunk most már nem használatos, ezekben a nyelvekben ott van, és ide tartozik. Kivi, kova. Na kérem, ugye mindig aztán elfelejtem, hogy hol hagytam abban, már annyit kéne menni, és kova. Úgy van. Tehát kérem, lényeg az, hogy rögtön, mint gyorsan elmondom, egy kis film volt a Spektrumon, 20 perc, lehetett két tudós videó ezen, hogy mióta és hogyan gyújtanak tüzet,
És akkor behoztak oda kérdeket, igen, átmérőjű fatörzset, korhat fatörzset, letették az asztalra, az egyik tudós fogott egy száraz faágat, belevágta, már annyira kurvázott, és elkezdte tekerni. És körülbelül 20 másodperc múlva üstölt. Na most kérem szépen. Akkor azt mondhatjuk, ugyebár, hogy a mi fázik szavunkban van valami, ami ősi alapvető. Hát mi az? A fa. A fa, kérem. Tréfásan szoktam mondani, megkérdezték ezelőtt mondjuk 500 ezer évben, hát hol van az a botond? Mondták, hogy fázik. Mindenki tudta, hogy fa után jár, mert hideg van, és tüzet akar rakni. Ma megkérdezik, hogy hát hol az a botond? Hát nőzik, hát a nők után jár. Most tehát azt akarom mondani tréfással, hogy nyelvtanilag is lehetséges a dolog. Hát aki fázik, az fát keresett, azért fázott. Mert a tűzhöz, a meleghez. Tehát a magyar, amikor azt mondja, hogy fázik, akkor azt mondja, hogy hideg érzetem van, és kéne tüzet raknom. Fázom. Na, ugye már bekapcsoljuk ezt, azt, ami egyre drágább, nem így csak azzal, hogy azt kapcsoljuk be. Tehát akkor ugye egyedüli dolog a fával való ugye, tüzelés, mert a szén az nagyon-nagyon sok át, a 19. században lett igazán törfedezve, hogy így mondjam, a melegítés, a tűzrakásra. Tehát a magyar nyelvben tetszenek látni. Ha két millió, mert igen, a tudósok megállapodtak, hogy ezzel a módszerrel az emberiség körülbelül 2 millió éve tud tüzet tudtani. Akkor azt kérdezem, a fázik szavunk hány, mennyi idős? Mennyi idős? Én nem válaszolok rá. Mennyi idős? Na most a nyelvünk tele van ilyenekkel, hogy megnevezzük azt, ami történik. Magát a dolgot, ahogy a B hangzó, b, és ebből lett a középfok jele, ami nagyobb, ugye? Az a lényege, hogy nagyobbá teszi a dolgot, ezt használjuk írásban. Szerv nagyon jobb, tehát jelentőségét, a valóságát, egy kicsit nagyobbá lesz a B által. Mert a B által a bobus nagyobb lesz a látszókon. Vagy ha azt mondom, muszáj ide-oda kapkodnom, mert most én egy másfajta példát akarok, de ide tartozó példát. Hogy a magyar azt mondja, az embernek a szinonimája micsoda? Férfi és nő. Az embernek. Persze egy férfi és nő, de van egy szavunk, amelyik az ember helyett szoktuk használni. Fő. Egy lélek. Igen. Hát. Hány személyes ez az asztal? Hány személy van itt? A személy és személyiség, nő és férfi, mind a kettőre vonatkozik. Tehát kérem, a magyar nem a personnal, hanem a szem szavunkkal. A szem, amely legfontosabb kapcsolat a világban. Hiszen a törvényszékeken mindenütt a világon ki a legfontosabb tanú? A szem tanú. Azt szokták a koronatanúként, mert az látta. Most tehát a magyarban a szem, mint fontosság, a személy és a személyiség. Az az egyén is adál, hogy ér, az egy én, ugye ez természetesen az egy ember jelent, az egy én jelent, egy én ígység. Ez a szlogodás úgy, hogy kifele soha. Na most tehát, bárhol a világon, mindenütt, minden bíróságon, aki ott volt és látta, tehát látás kapcsolatban volt az eseménnyel, pláne, ha szemben jót, akkor pláne. Mert tény az, hogy látta, nem csak hallotta, vagy mások mondták. Ez a legközvetlenebb tanú. Nálunk, ez az ember helyett, hány személy lesz, személyiség, ezt a szót használjuk. Én az ember szavunk nagyon jó, az ember szavunk is ugye teljesen páratlan a világon, azért, mert nő is férfi is benne van. Benne van az M. Az M nő, M se, M se. Az M-nek a párja, kérem szépen, az M. A társhangzója. Ahogy a K-nak a zöngés párja, ugye a G, a T-nek a D, így az M és az N ezek ilyen zöngés társa. Tehát a nő, né, neje, ünő, nőstény, és így tovább.
Van 40 szavunk, amiben benne a mama, benne van az embanos vagy az el, és a tud nőre maradt. Megvan az kérdés, megvan természetesen, megvan a mécsembe, amelyik nem tudom, hogy miért semleges, ugye, mert az mécsem. Megvan kérem szépen a csomó, tehát csomó nyelvben megvan a nőre vonatkozó, a madame, mademoiselle. De például a jelentése is mindig az, de például a spanyolul azt jelenti, hogy szerető. A mama. Bármilyen tudja. Aztán görögül van a mammográfia, ugye tetszene tudni. Görögül a mama az annyit jelenti, hogy gyerek papi. Azt is jelenti. Tehát sok. A mama, kérem szépen, kecsó nyelven, ugye én nekem a szülő falummal gondom volt, úgy hívják, hogy pacsa, Zala megyében, és nem tudtam semmit róla, hogy honnan van. Csak azt tudtam, hogy ott a környéken több olyan falu van, ami különös neve van. Kilimán, Zala Szabar, ugye Szabar, Szabir, Szibir. Hát a rokon névek adták Szibéria nevét, sőt Moszkva nevét is. Ezt én leírtam már valamikor 81-ben, akkor kihúzták. Aztán később, közölték. Az egy kicsinyítő képzőből van, a Moszkva, a Kvapá, az marsi kicsinyítő képző, mint a magyar kaká. De a marsiban nincs meg már az a kedvesítő része, mint a magyarban, mert a kedves szavunk is kell kezdődik. A kelme, őkelme, kelmed, ez egyrészt az időseknek járó régi megszólítás, aki kell. Az volt, akit kellett mondtak, az volt, hogy mondjam, tiszteletem, én tudom, a családban, a legöregebb, a legidősebb. Na most a nyelv ezt is mindent felhasználta. Tehát az nem kicsinyítő képző, hanem az kedvesítő képző. Mondjuk csak úgy, ahogy van. És a kedves szóban is azért van benne. És ahol már benne van a szóban, ott már nincs is rá szükség. Mert van például a cínke, ez a modern neve. Maga a cínci, ez egy nagyon kedves, finom ugye, dolog, és nagyon jól kifejezi a kevvel együtt cínke. Nem kell kedvesíteni, meg kicsinyíteni cínkeke, nincs szükség rá. Fecskeke és itt van. Tehát ezek a dolgok a nyelven ilyen logikusan oda kerülnek, és ott maradnak. És a valóságot fejezik ki. Annak a kedves, szép, finom voltát. Vagy, hát ugye az a problémám, hogy itt ez az óceán, én tudom, most már jó részt ismerem, de itt csak egy labor van változatlan, mert nincs több időnek hely. Úgyhogy azért ide-oda próbálok, hogy vissza kéne találni oda mennem. Igen. Csak addig azért, hogy visszamennem, mert itt pedig a P, V, illetve az F hangzók változhatnak egymással, és a V. Például kérem, ireg forog, pireg pörög. Mind a kettő. Na most, miért érdekes ez? Mert itt kérem szépen az F megy tovább, és akkor itt lesz a B, R, itt lesz a T, a férfi, a férfiú, az ifjú. Tetszik látni? Fér, és itt kérem szépen még ide jön egy másik is, a férjön, ami eredetileg fér. Ugyanúgy fér, mint a feleség. Tehát a magyar, a nyelvre tanúsága szerint jó pár százezer éve egynei volt. Még a hagyományaiban is, noha az volt ugye, hogy Szent István, pontosabban Szent István trónörököse nem a fia lett volna az ősi hitvallás szerint, hanem Koppány. És hogyha a Szent István meghal, akkor Koppány jelképesen elvette volna Szent István neve István tulaj feleségét, tehát az ő fennhatósága vagy védelme alá tartozott volna az elbújt testvérnek vagy rokonnak az öccse. Na most, a kereszténység ezt megváltoztatta. Ez is. Hogy a rovásírás kiirtotta. Minden pogány hagyomány kiirtotta. Koppány számomra épp úgy király, mint Szent István. Sőt, Koppány úgy ért, mint egy fejedelem. Kancelláriája volt, fejedelemként levelezett, de egész életében nem nyúlt a korona után. És kérem csak akkor ugye, amikor
megtörtént a... Megtörtént, hát egyrészt a németeket, ez most nem akarok belemenni a történelembe, csak a nyelvünk ebből is sok mindent ugye ülvíz, és onnan is elő tudjuk venni. Koppányt végül is nem csatában végezték ki, hogy itt tanítják, még hanem hátba szúrták egyszerűen. Rá nem volt szükség. Na mindegy, menjünk vissza a kérdőt. Azt akarom mondani, hogy a magyar nyelvben, hogyha visszafelé megyünk az időben, mostantól, visszafelé, 100 év, 200, 300, 400, 500, stb., akkor a szavakat tudjuk osztályozni, és tudjuk, nagyon komoly kutatásként a végezni, mert megtudnánk, hogy melyik szó körülbelül hol keletkezett, hol erősödött meg annyira, hogy el kellett, hogy terjedjen, mert mindenkinek szüksége volt rá. Milyen, hogyan gondolok én erre? Ugye azt mondjuk, hogy ma már nem biztos, hogy ez ugyan használatos, mert aztán nyelv eldobja a szavakat, elrejti magába hátul, aztán egyszer csak előkerülnek megint. Hogy egyivású, mondják. Na ezek egyivásúak, ugye. Hát nem mindig azt jelenti, ugye, hogy együtt isznak a kocsmába. Hát azt is jelenti, persze, de komolyan fordítva, tehát azt jelenti, hogy ez az egyívású, ez egy szakszó, bármilyen furcsa. Tehát a nagy síkságokon élő nomád népeknek mindent tudniuk kellett ahhoz, hogy élen maradjanak. Na most az ívás az nem más, mint a halaknak ilyen íves, ívó mozgása, amikor lerakják a ikráknak. Ikra, kérem szépen, az iki, az kettőt jelent törökül. Ikra, benne van ez a kettő. És mi ezt használjuk, hogyha két gyerek születik, azt mondjuk, hogy ike. Hogyha ha már nem kettő születik, hanem három vagy négy, akkor hozzá szoktuk tenni egy hármasikre. Hogy pontos legyen, hogy a többes az mennyire vonatkozik. Na most, tehát a folyóknak, a hatalmas folyamoknak a bizonyos helyei milliárdnyi ikrát raktak le, ott megtermékenyítették, és a népek tudták, hogy majd ebből a halból hol lehet kifogni a folyó mely részén és mikor. Ez csak egyfajta tudás, a sokféle tudás közben, mert szükség van. Vagy kérem szépen, önrajzolok itt a lény, hogy hívják, a lény rossz rajztudásommal, önrajzolok ide egy ilyen fegyverfélét. Ez micsoda? Á, olyasmi, igen, fokos. Fokos kisebb egyébként, keskeny. Egész addig nem tudtam, hogy miért fokos ez, amíg a Borbola János nem közölt képeket, kővéseteket Egyiptomból. Ő az a magyar ember, aki a hieroglifákat fejti meg magyarul. Mert kiderült, hogy a piramis építők népe, az nem ezek az egyiptomiak, még ezek előttiek se, semmi közük hozzá. Azok időszámítás előtt, körülbelül, időszámítás előtt 3800 körül számítják az első piramis, kérdezzük meg ezt a szakkarai piramist. Ugye az nem ilyen, nem olyan, mint a mostani, aki ilyen nagy, de lehet, hogy több lényeg az, hogy ez van benne. A szak, a zegzug, a cikcak, a cikk, cikkezés. Ez van benne, magyarul van. A szakramentomát, bizony. A szakralitás is minden van. Na, nem akarom ezt elmondani, mert ez rosszabb külön történet. Valóban így van, szóval nehogy azt esenek innen ilyen, mert itt magyar korunk, szó nincs róla. Tehát ezek mögött mind mély meggyőződés van, ennek a jelentés tartalma. Még a sakk, a sakka, és hogyha ránézünk a sakra, ott is ilyeneket látunk. Most itt próbált egy székekrőli fiú megoldani a sakkot, el is küldtenek a könyvét, és jó, a sakra vezeti vissza, az iráni sakra. Hát nem az. Nem is ez a lényeg. Megint elkeveredtem, kérem, valaki... Fokos, igen. Tehát a fokoson kiderült a Borzola János közgazdasági könyvébe, hogy a fokoson kívül ilyenek vannak.
fokok vannak rajta. És éjszaka, ugye ahol 1000 kilométerre is eltévedhettek azok a lovasok. Éjszaka. És nem volt mindegy, hogy merre mennek, mert akkor meghalnak. Mert az ellenség lehetett. Tehát tájékozódni kellett, kérem. Akkor fogta az, én gondolom, nem biztos, hogy itt van, csak én gondolom, hogy ez miért fokos. Mert fog van rajta, fogta a nyilát, ide tette a nyilát, és akkor azt megirányította, már régóta tudták, sok tizeden éve, hogy a sarokcsillag az áll, az ott van stabilan, megirányították, és úgy működött, ahogy a tengeren működött a szexfáns. Így van. Csak ott a nagy napmagasságot mérte, és így határozta meg a helyét, éjszaka pedig a fokos. Tehát kérem, hogy nehogy azt higgyük, hogy itt csupa hülye volt az egész emberiség, itt a 100-200 ezer éve, mert szó sincs olyan. Használták az eszüket, oly annyira, ugye mert már ott tartottunk, hogy azt akarták bebizonyítani, kérem szépen Amerikában, és ment az évtizedeken át, mégiscsak kéne nekem az a könyv. Ide megvan. Igen. Jól emlékeztem. Kellene nekem ez a könyv. Jól emlékeztem. Itt kell lenni. Azt vizsgálták Amerikában, több mint 30 éven át óriási pénzért, hogy a majmok, tehát a legfejlettebb, úgymond, azok a mi őseink valamilyen módon. Én is azt mondom. Az Isten nyilának nem találják meg azt a majmot, ugye. Mindig, ma már ott tartunk, már 7 millió évnél tartunk, mert az Australopithecus 7 millió éves. És kiderült, ugye, és ezért kerestem én ezt a könyvet, de már közben eszembe is jutott, hogy mit akartam, itt van a fejemben, kérem, a Broca mező. Az itt van a koponya elején. Hát, ha találnak egy koponyát, leletet, akkor az gipszel kiöltik. És megtudhatják, hogy a gondolkodás és a beszédnek a központja milyen nyomot hagyott a koponyán, az megmarad. És a gipszen az látszik el akkor is kidudulodások. Tehát kérem szépen, bebizonyosodott, hogy a 7 millió évre becsült Australopithecus Broca mezője egy sokkal-sokkal fejlettebb, nagyobb, jelentősebb, mint a mostani legfejlettebb majmoké. És abban is hagyták a kísérletet, mert már sokan szóltak neki, mert kiderült, hogy nem lehet megtanítani egyik állatot sem, még a majmot sem az ősüket, arra, hogy elmond dolgokat érzékeljenek. Az emberben pont ez a dolog az érdekes, hogy azt mondom, hogy majom, akkor mindegyikünk előtt megjelenik a majom. Mert mondjuk erre az állat nem képes, egyetlen állat sem. Bizonyos reflexekre, bizonyos mozgásokra megtanítható, nagyon jól tudjuk. Én szeretem a kutyát, ez egy csodálatos teremtmény. Azért van csak, hogy a szeretetet növelje, hogy érezzük, hogy hát milyen is a szeretet, és hogy bennünk is kiprovokálja a szeretetet. Szóval, hogy a legértelmesebb állat is nagyon messze az ember mögött van, és bármennyire is, hiszen minden, nem mindennel állatok nagy részét mind hasonlítunk, két szemünk van, szájunk van, ócs, azok is azok is. De ez nem más, mint az itt lévő körülmények kényszerű következménye. Mégpedig azért, hogy fény van, tehát látnunk kell, hogy zaj van, hallanunk kell, ezt valaki valahogy megoldják, kivéve mondjuk ugye a tengerben élő állatok, de ezek mind egy egyetemes törvényhez tartoznak, és nem azért, mert rokonság vagy nem rokonság, hanem ez, ami a földi körülmény, ez kényszeríti arra, hogy ezek az egyedek ilyenek legyenek. Nem lehetnek mások. Szóval nem lehet azt, hogy most bocsássanak meg el nekem, hogy nagyon tetszik. A Vörös Sándornak van egy verse, gyerek verse, úgy hangzik, hogy én mindenkinél okosabb vagyok, nekem még a seggedben is fejem van. Na minden. Nagyon tetszik. Hogy így dicsekszik egy hülye gyerek. Na, kérdezzébe. Tehát mindennek ott kell
lenni valamilyen módon, hogy egyetemesen van. Az egész dolog meghatároz mindent, ahogy élünk ez a környezet, a levegőtől a fényig, meghatároz mindent. Hát gondolkodtak azon már, hogy... Bocsánat, egykor hozzáidom, de teljesen. Azon kérem szépen, hogy mondjuk az ember miért nem 9 méter magas? 8 méter, 7 méter. Miért pont ezt a ezt a 2 méter körüli 1,82-2,30? Miért? Ennek is van egy biztosan a légkör nyomással összefüggése. Ez mindennel. Tehát, hogy pont ilyen arányok alakulnak ki a Földön, ha valaki elkezdene ezzel foglalkozni, kikutathatná a nyomait, és bebizonyíthatná, hogy ez itt másképp nem is lehet. Hogy lehetnek kivételek, ha valaki megnő 3 méterig esetleg, de túlságosan soknál, ott már valami hiba van. Tehát, hogy itt úgy kódolod be, ez az emberi, ez a hatalmas, gigászi emberi számítógép, amelyik működik, mert azért a mi nyelvünket is, meg a többi nyelvet is, nagy részt ez az emberi számítógép hozta létre, annyi különbséggel, hogy nálunk logikusan hozta létre. Mert amikor azt mondom, hogy milyen szép ez a kifejezés, mi van ebben a szóban benne? A fej. Igen. Mert a nyelvünk tudja már régóta azt, amit mi valaha, nem tudom hány tízezer évben rájöttünk, hogy amikor mondani akarunk valamit, nem is akarunk, hanem muszáj, mert ja, inni meg elfelejtettem. Bocsánat. Hogy az embernek állandóan van véleménye, ha kifejezi, hanem, ha mondja, hanem. Valamilyen vélemény, állandóan vagyunk, csak nem jelezzük azt. De gondolják meg, hogy azt mondjuk, hogy milyen szép ez a szó, ehelyett a szinonimát azt mondjuk, hogy milyen szép ez a kifejezés. Vagyis az ember már régtől tudja, hogy amikor valami nagyon komoly mondani valója volt, főleg szomorúság vagy dű, akkor még ki sem mondta, de már a fején ott volt. Tehát a kifejezés már mutatta, hogy mit akar mondani, vagy mond is. Nem véletlen, hogy ezt a szavunkat használjuk a szó szinonimájaként. Hogy kifejezés, szép kifejezés, szépen fejezte ki magát, és így tovább. Na tehát azért akarom mondani, hogy az egész nyelvben ez a belső logika van, hogy minden valamiért van ott. Célszerűen van ott. Összetételben. Mindenben. Ezt az egyszerű dolgot mondjam, hogy nézik a meccset, és akkor milyen jól kezelte le a labdát. Hát nem a kezével kezelte. De ott van a tudat hátterében, hogy valaha mindent a kezünkkel kezeltünk. Sőt, az orvosi kezelés is a kéz rátétellel való gyógyításból van. Kezelésre járok, mondom. Pedig már semmi kézről nincs se rátételről, egészen másik van szó. Nagyon jól tudjuk, miről van szó. Most már. Na, nem akarok belekeverni most semmi más, de tessék. Hogyne, a fejezet, az is elő van, legfontosabb. Sok helyen nagyon tetszik rá, de így megfigyelni az ember, egyszer rájön, akkor ezt csak látjuk, itt is, ott is a fejnek valami első, a fejedelem. A fönnség hol van? Legfölül. A fönnség, az is fölül van. Tehát ahogy fölépül egy társadalmi szervezet, a megnevezés, a nyelv ezt pontosan és logikusan követi, hogy ez fönn van. Sőt, annyira érdekes, nagy muszáj gyorsan elmondani egy kis dolgot, kérem szépen, tulajdonképpen néhány szót, ami van, azt mondja, hogy alul, azt mondja, hogy alsó, alatt, és azt mondja, hogy alszik, alvó, na, nem akar, alvás, minden lényeg. Látják, hogy ezek nem azok a dolgok, ezek az alacsonságra utalnak. Nem gondolunk rá, hogy még az alkuszavunkban is azért van az al, mert lefelé akarjuk vinni az árat, hogy elhozzon az alat. Tehát minden célszerű. Nem véletlen, minden célszerű. Tehát itt azt kérdeztem magamtól, hogy itt van alul, alsó, alatt, alant és így tovább. Megy, kérem szépen az utcán, látjuk, ez a Land Rover, ez van ráírva. Na most a Land, az ugye németül föld, alsó rész, Landor.
ott van a magyar alant szóban. Alant. A rover, az pedig rója az útját a rónán. Mert ugyanis ez egy természet van, hogy mondják, milyen autó, milyen járó, telepjáró. Magyarul van. Na most, jó. De tényleg így van, hogyha komolyan gondolják. Nem is fogalmuk sincs volna. Alul mindenütt áll a szótő. Lenti dologról van szó, még sokat felirednék. Itt pedig kérem, alszik, alvás, alvó. Itt is ugyanaz a szótő, vajon hogy is függ ez össze? Gondoltam, összefügg, van még valami közel egy máshoz, az alul is. Azt ugye önöknek azt mondom, hogy az, aki alszik, az olyan, mintha lemerülne, ugye, valami valahova. Elhiszik ezt? Igen. Ugye én is elhiszem. Azonban a nyelvnek kérem bizonyítja, Isten csak elhiszi. A nyelv bizonyítja is, ha mindjárt tetszenek látni, nem kell elhinnünk, mert mit mond az ember, amikor mondjuk lenyúlt a pincébe valahol, és egész éjjel nem adott. Egész éjjel hol volt? Tetszenek látni, nyelv bizonyítja. Egész éjjel fönn voltam, mondjam. Pedig nem fönn voltam a pincében, nem aludtam egész éjjel. Tehát tetszik látni, hogy ezt mi elhisszük a nyelvnek, de igaz is. Nagyon maga bebizonyítja, hogy így van. És a legtöbbször ilyen esetben mindig a nyelvhez érdemes fordulni, azonnal bebizonyítódik a logika, a belső logika. Hogy ezt nem érteni, mondjuk, hogy egész éjjel fönn voltam. Azt jelenti, hogy nem aludtam. Ma kérem szépen, én azt szeretném, hogyha most tartanánk egy kis szünetet, nem, ugye? 5 perc, igen, már szigorúan megmondták, hogy 5 perc. Köszönöm szépen. Azon gondolkodom, hogy hogyan menjünk tovább, át kellene térni egy kicsikét a kettő számrendszer dolgára. Itt ugye már valaki megjegyezte, van itt az ős egy titka, ez még a Püskénél megjelent, 3 kiadást is megért, ugyanilyen végül csak fehér. Az ős egy titka is hatalom. Mi az, hogy ős egy? Minden ember... Minden ember... Azt hiszem, és a Borbala János, akiről említettem, hogy ő a hieroglifákat rejti meg a piramisoknál, mert Borbala, talán valaki már hallotta nevét, 2-3 fontos könyve is megvan, meg 4 is a Csillagszoba, aztán a Tutankhamon a számadó. Na mindegy. Lényeg az, hogy a piramisokkal kapcsolatos titkokat, adatokat megpróbálták megfejteni Champollion után is, mert ő se fejtette még az egészet. Bizonyos dolgokra rátalált, azok fontosak, de nem fejtette meg az egészet. Nem fejtett meg hosszabb szövegeket, sok mindent nem fejtett meg. Tehát valójában a hieroglifák igazából nincsenek megfejtve ezt. Jánostól tudom, majdnem minden másodiknak fölhív Hollandiába fogorvos. És állítólag nagyon volt csak telefon. Úgyhogy mindig ő hív szerencsére, mert ő össze akar beszélni. Na, ez azért fontos, kérem szépen, mert ő arra jött rá, kutatva a piramisok titkait, arra jött rá, hogy azért nem fejthették meg, sem az angolok, sem a németek, sem a spanyolok, egy picit műnik legyen. Csöcsben talán. Na még beszélek, hogy így most jól akkor, ugye? Jó. Tehát azért nem fejthették meg, mert a piramis építő nyelve ragozó nyelv volt. Ez döntő felismerés. Ragozó nyelv volt. És akkor János elkezdte, nem tudom hány éve, most már 15 éve legalább, elkezdte ezeket a hieroglifákat megfejteni. Ugye ezek az írásokat, amiket általában szoktak emlegetni, ezek ilyen táblákon, fő táblákon találhatók,
stélen, és ott vannak történetek és egyebek is. Na most ez az az írás, én erről sokat nem akarok beszélni, mert ezt nem is értek hozzá, csak a Jánossal beszélgetünk, tudok néhány dolgot, mert a könyveit olvasván, hogy itt az alak, tehát hogy oda van rajzolva egy kígyó, akkor az jelentheti, csak példának mondom, ez az nem biztos, hogy így van, hogy pont a kígyóval van így, de lehet. Hogy az jelentheti bizonyos esetben a K hangzót, meg az egész szót, a kígyót is. Ahogy a szem jelentheti a szemet, ugye az egy kicsit változott is egyszer, így ábrázolnak egy kis oldal, egy kis nagyobb gömbbe is benne van a kisebb gömb, ugye a pupilla és a kisebb kör. Tehát ott jelentheti a hangzót is, meg a szót is. Na most ott az érdekes, amikor egy-egy szóhoz toldanak valamit, hogy egymás felett mondjuk van egy kígyó, meg egy szem, akkor lehet, hogy a kígyóból a kígyó az egész szót kell kimondani, és a szemből pedig csak az ezt. A többi nem kell. Tehát ez a szöveg, ahogy vannak ezek az írások és rajzolatok, jöttük. Ez közben derül ki, miközben olvassa, hogy melyikből mennyit kell használni. Ez maga izgalmas felfedezés, mert az a helyzet, hogy majdnem mindent, ami előkerült, valamilyen módon megfejtettek. Csak azt tűnt föl János barátomnak, aki nekem ezt sokszor elmondta már, hogy mindenki valahogy másként fejtette ugyanazt. Tehát nyilvánvaló, hogy ha így van, akkor nem jól fejtették meg. Lehet, hogy egyik jó, de többi nem jó. De hogy melyik az, ami jó, azt nem lehet tudni. Lényeg azt a rövidre fogom, elkezdtem magyarul megfejteni ezeket az egyiptomi szövegeket, amelyek, mint kiderült, bizony ragozó nyelvként olvasva, előjön az értelem. Sokkal jobban, mint ott vacakoltak, de egyértelmű. Az egészre is lehet használni. Most mielőtt ezt elmondom, hogy tessenek látni egy magyar, szóval a magyar példa nagyon fontos. Ez teljes meggyőződés, ami ennélkül semmiféle nyelvi, írásbeli dolgot nem lehet igazán megfejteni. Ez kérem, ugye ez egy helyhatározó rag. Ahogy mondtam, kettős zenei magasság működik a magyar nyelven. Van, ahol hármas, mert hozz-hez-höz. Van egy egész mély, van egy középmagas, és van egy magas. Vagy például még van ilyen. Szorszer-ször. Úgy van, tehát van ilyen több is. Nagyon érdekes, hogy ilyen zenei törvény működik. Tessenek elképzelni, hogy itt van két zenevilla, mi hangvilla, és akkor megpendítem, hogy pám, a másikhoz odahallok, pám, az is ezt mondja, anélkül, hogy hozzáértem magam. Tehát egy nagyon érdekes, egyetemes törvény nyilatkozik meg, nyilvánul meg a magyar nyelvvel. Ez páratlan. Tehát ehhez hasonló nincs. Sehol. Mint hogy az ember már letörültem, ilyen sincs, hogy egy szóban benne van a kérdés és a nő is. Ilyen sincs. Tehát egy sor olyan dolog van, ja igen, mondtam, mert majdnem elfelejtettem, azt a lovat, amit először kezdtek háziasítani, azt Ekkusznak nevezik. Tehát ez az ős ló, ami már elég nagy, már nem vágott patájú, tehát ami már igazán a mai lóhoz elég közel áll, ezt Ekkusznak nevezik. Én azért mondtam azt, hogy ez azért jelenthet egyet elsőt, mert kérem szépen, hogy pár mondatot kell mondanom a halotti beszéd és könyörgésszínű régi nyelvemlékünkről, amelyek 1195-ben találták meg a Lyte Codex-ben beleírva. Hogy került oda, senki nem tudja. Ez az a bizonyos Lyte-tetű felelmi szintűkkel, mint fogunk, kiszapor is fogunk, és itt ez az. Na most ez engem nagyon bosszantott, 20 évben már bosszantott ez a dolog, különösen akarunk, hogy egy színésznő a magyar nyelv napjában van, ezt elmondta. Akkor jöttem már véglegesen, hogy így soha senki nem beszél, mert így nem megbeszélni. Ez a magyar nyelvből távol áll, de mindentől távol áll. És akkor azóta töprengem, mi az ördög van itt ezzel, mert azt tanítják, hogy azért ilyen, mert magyarul nem tudó szláv papok írták le, meg ilyeneket, mindig a szláv jön le. Érdekes módon ez a dolog, ez nagyon veszélyes,
Ez egy gyarmatosítató erejű a nyelvtudományban, ez a szláv, akkor minden szláv, mert itt nincs más kapatban. Én most védekezek és nem támadok. Oké. Aztán a dolog nagyon egyszerű. Farrai bácsit én régen ismertem, az első lovás kiállításáról, vagy 40 éve van majdnem. Ki templomban, ott én tudtam mindig bársultani, akkor én érszavában. Nem úgy van, és emilyen már felemesi veszem. Akkor írtam be. Volt egy irodalmi mellékletem ilyen is. Na kérem szépen, tehát a Sándor bácsi azt mondta, hogy ő 47 hangzóra talált jelet. 47 hangzón volt. Képzeljék el, és erre mindegyik a volt a külön lovás jel. És kérem szépen, a latin nyelvnek hány hangzója van? 22. Majdnem pontos. 21. És 3 jött hozzá a görögből, tehát 24-et tartalak majd nyilván. Most képzeljenek el egy olyan dolgot, amikor egy 47 hangzós nyelvet bele kell egy ilyen 21 nyelvet, nem lehet. Ezért van az, hogy ugyanazt a szó többször is előfordult, másképp írták, mert kerestek, próbálkoztak. Hát hiányzott több mint 14 hangzó. Most is hiányzik. Hát itt az egésznek a titka, semmiféle szláv pap, meg ilyen marhaság, egyszerűen nem tudtak olyan ilyen kevésben olyan sokat beleszorítani. Azért van, hogy zumtucer, szümtucer, azért van, hogy gimicstül, gimicstül különírva, gimicstül egybeírva, és így tovább. Nem is ebben akarok beszélni, hanem abban kéne, ez a szó ott van kétszer. Egyszer egy gében, egyszer kettővel. Heon tiltuál ült egy ingfa gyümölcsétől. Ingfa. Egy fa gyümölcsétől. Mit tudok én meg abban? Azt, hogy amikor én megegyezek valakivel, akkor ezt ragadom. Tetszik látni? A magyar igen, ennek az egynek a megerősítése. Megegyeztünk. Igen. Tehát mi az igen szavunk is már egy ragozott képzett szó és logikus alapja van, ami megintedést jelenti. Az, hogy egyszer egy G-vel jöttek egyszerre, nincs jelentőség, mert nem tudták, hogy elérjen. A G az biztos. Nem is kérdezik. Hogy hívják az egyenlítőt? Ekvádor. Igen. Mint hogy átmegy ezen az országon is, amit úgy hívnak, hogy Ekvádor. Na most, ha meg tetszenek nézni, akkor sem az orosz, sem a német, sem az angol, sem a francia. Egyetlen egy nyelvet sem találtam, mert így lehet, hogy van. De ezek nem. Nem a saját egyikből indulnak ki. Nem az ányből indulnak ki, ugye? Nem a vanból indulnak ki, hanem mindenki az Ekvádor, az egyet hív, ezt használja. Vajon mi a fenyér, már bocsánat. Még a latin is. Hát ha szabad azt mondanom, a magyar egyet, egyet használják az egyenlítő kifejezésére. Vagyis azt jelenti, hogy az egyenlítő szó, az, ami lényegében egy szabályos gömbnek ugye a kettészelésére a közepét jelenti, azért egyenlítő, mert mind a két oldalon egyenlő a nagyság. Egyenlőre oszt. És így lesz belőle kettő. A magyar egyébként az egyet, nagyon azért az őseid innen van, az egyet rengeteg olyan szónál használja, amikor legkevesebb kettőről van szó. Azt mondom, hogy együtt voltak. Legkevesebb hányan? Bizony, kiegyenlített fociba például. Legkevesebb egy-egyet, ugye? Aztán, kérem szépen, azt mondom például, hogy kérem szépen, egyezkednek. Hányan vannak legkevesebb? Kettő. Nem akarom mondani, mert összeírtam magam, hogy legalább 50 ilyet, amikor egyel kezdünk, és kettő kellene legkevesebb. Hát a magyarban a kettő, az egy és a fél viszonya az nagyon érdekes. Mert a magyar azt mondhatja, hogy ez a pohár félig üres. De azt is mondhatja ugyanarra, hogy félig tele van. Igen. Na most kezdve. Ugye ez a halott is eszét kezdődött, látták a felein. Ezek a felek nem felek, tehát ők egész emberek. Mint hogy az ügyfél is egész ember, ugye? Az ellenfél is egész ember.
hanem itt arról van szó, hogy a magyar nyelv a legősibb és a legalapvetőbb és természetes jelenséget, valóság jelenséget nevezi meg, amikor tudjuk ahhoz, hogy egy ember létrejöjjön, legkevesebb mennyire van szükség. Így van. Tehát a kettőnek és az egynek az örökös, törvényszerű, megmásít, még a klónozás sem számít. Megmásíthatatlan viszonya, ez a kettő, egy, egy, kettő, kettő, egy, egy, kettő. Mert a magyar, ha én azt mondom, kérem szépen, hogy fél pár cipő, az hány cipő? Egy bizony. Egy. Tehát a, mint ahogy minden bizonnyal a parti szó a magyar párból van. Mert az a pár ugyanis nem csak kettőt jelent. Csak akkor jelent kettőt, ha azt mondjuk, hogy ember pár. Akkor biztos, hogy kettőt jelent. Egyébként, kérem szépen, voltam ott párszor. Hányszor voltam? Kétszer? Ötször, hatszor is lehettem. Vagy mondjuk, vagyunk egy nagy stadionban. Hányan voltatok ott? Hány volt ott pár? Lehetek ötvenen is. Nem azt fejezik ki. De a párta, az már igen, aki pártában maradt, a talantelemnek a ta része ott van. Tehát nem, neki nem volt sose fosztóképzőnek egy része ott van. És ha már fosztóképzőnél tartunk, akkor a talantelem sem a világ onnan innen most a talantelem legyen a fosztóképző. Nem képzőnek. A talantelemnek is megvan egy használt változata, mint hogy minden képző és rab önálló jelentési szó volt, és az ma is. Arra, erre, arra. Onnan, innen, onnan, amonnan. És így tovább. Ez pedig a nyelv nekünk bizonyítja, hogy aki kérem szépen azt mondja, hogy talán, az bizonytalan. Aki pedig nem mondja, hogy talán, azaz talán-talán, az biztos a problémában. Tehát tetszenek látni, a nyelv megint önmagát meg helyére teszi, megmagyarázza és logikusan oda kerül. Hogy a talán, az a bizonytalan ember szava. Na, hát ilyenek, hát tetszik elhinni, hogy hogy amikor ezek, hogy előjönnek és megmutatkozik, az egész nyelvet, hogy látom komolyan, azt mondom, hogy ilyen nincs. Tehát ilyen nincs, és tényleg nincs. De hol hagytam abban? Ja igen, a kettes. Most itt is kérem szépen a számtan nagyon fontos, mert például, most itt aztán, hogy hogyan állapítja meg a világ gömbölyedettségét a nyelvünk. Arra egy hosszú tanulmányt írtam. Azt most nem akarom elmondani. De amit el akarok mondani, hogy a világűrt a magyar többféleképpen is kifejezhető. Világ mindenség és világ egyetem. Ez mind a kettő ugyanazt jelenti. Se kisebb, se nagyobb. Akkor most egyszerűsítsük a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy mind egyenlő egyen. Világ mindenség, világ egyetem. Vagyis az egy, az a rendkívül dolog, amit fölismerünk legelőször. Tehát a gyermek először az egy kezén fedezi el a kisgyermek. Jó sokáig. Aztán eltelik egy csomó idő, amire az öt ujját is felfedezi. Tehát ott kezdődik tulajdonképpen az ocsudás a világra, az eszmélés a világra, amikor egyekre különíti el a gyermek a dolgokat. Egyekre. Ő, mamát, papát, épp úgy, mint a tárgyakat. Az egyekre való elkülönítés. És ezért van egyébként, hogy az én véleményem, de ezt nem kell továbbadni, az, hogy nincs is több szám. Egyetlen szám van, az egy. A többi ennek a többszöröse. De azt mondom, hogy van egy, de öt könyv van. Öt hely, öt nincs. Azt nevezzük, azt mondjuk, hogy öt. De nincs ilyen, csak öt könyv, öt szék, öt ember. Hát öt valami, vagy 128.782 valami van. De maga olyan nincs. Ez csak egy kódjelzés. Mi tudjuk, a többi, csak hogy ebből kell kiindulnunk. Most az egyhez például nem működik a fosztóképző logikusan. Mert azt mondja valaki, hogy egyetlene. Hát az nem fosztja meg semmit. Nem tünteti el, nem. Sőt, kiemeli. Valakinek az egyetlene, az mindenek fölött való.
Tehát van a nyelvben egy olyan sajátos, hogy mondjam, nem, szóval lélek matematika, amelyik a, megtartja ugyan a logikai részt teljesen, de ugyanakkor kiemeli. Most nincs olyan szavunk szinte, tehát nem tudunk olyan mondatot mondani, kettőt-hármat biztosan nem, hogy ne keverjük bele a számtant. Nézzük, most mondok egy szót, azt mondom, hogy láttam. Azt mondom, hogy megláttam. Ugyanolyan hangsúlyon mondtam. Melyik a nyomatékosabb? Ugye? Mégis a második. Milyen? Mert a meg, az nem csak egy egyszerűen egy igekötő, hanem az egy számtanilag használt szó. Attól növekedik 5 meg 6, 5 meg 28, 28 meg 19. Tehát ez a számtanban ennek komoly szerepe van, és használjuk is. Na most mi nem tudjuk, a nyelv azonban ezt tudja. És ez történik. Most vagy például, hogy ezek az ősi csoda csúcstechnológiák, hogy ezt a szót szoktam, mert ezt megnéztem, vagy 8-10 nyelven, meg megnézettem, hogy meghivattathatnátok. Mondom, egy lakodalomban. Ugye? Na most ezt aztán megnézettettem barátaimmal, meg akik tudnak más nyelveket, már úgy értem, hogy magyarul is tudnak, franciául is jól tud, Jean-Luc Moreau barátom, az nagyon élvezi az én dolgaimat, 22 nyelven szokott tanítani, és amikor az első könyvemet elküldtem neki, megvan a levél most is, nem mostan már, megvan. Így kezdte a levelét, hogy Kidvis Dinis. Nigyin kiszűnini kinyinidik. Az egész levelet így írt a végig. Teljes este francia, tehát semmiféle szülő. A felesége a tünde, az magyar, de akkor kiskolába kerül Franciaországba. Na kérem szépen, azt akarom tehát mondani, hogy megint elfelejtettem az oldaltam. Igen, na igen, úgy van, tehát. Tehát valóban így van, hogy ezek a tathatgatnak, ezek ősi csúcstechnológiák, amiket mi rakosgathatunk ide-oda egymáshoz, mert most jól fölírtam, mert tudom, hogy mit akarok vele. Kérlek szépen, mondok egy egész egyszerű példát, mindenki tudja, a Kölcsei Husztnak a verse hogy kezdődik. A második szó, az érdekes, a bűne békeiden. Azt, hogy ez egy időmértékes és gyönyörűen darabos, az egy más kérdés, de nézzük meg, hány szó van ebben. Dül. Ha akarom, a düle, az egy régi szó, de nem is kell számítani. Düled. Düledék, düledéke, düledékei, düledékeid, düledékeiden. Éd. Ebben az egyben. Na most akkor azért mondom, hogy nem lehet tudni, hogy hány szavunk van, mert nem lehet tudni. Mert azt is mondhatom, miközben mondjuk itt betűket festünk itt 4-5-en. Valaki piros A akar, valaki zöld K akar, stb. És azt tudom mondani, hogy ez a szín az én A-émé. Tehát az oké az A-ké, amiket én festek zöldre. Sehol nincs, semmilyen szótárban nincs benne. Vagy kérem, azt szokták használni más nyelvekre is, hogy pece. Hát ez egy külön előadást lenne tartani a pecézésről. De most nem lesz rá mód, akkor tartok? Nem, bizony nem. Tessék? Akkor csak előtartok meg az izéről, hagynak. Ja, ez egy nagyon fontos dolog, nem tetszene tudni, mennyire fontosabb. Erről az izéről van szó. Erről az ős céről. Gyönyörűségről van szó. Amelyik, ha bekerül a szóba, akkor becéződik a szó. Akkor a medvéből Maci lesz, a Lászlóból Maci lesz. Mert a C bekerült a szóba. Becézés. Szó szerint erről van szó? Erről van szó. Ez az ős C, de ezt nem akarom így most el, mert így akkor nem, csak a kedvet akartam fölkelteni hozzá. Ez egy csoda dolog, ez az ős csecsemő dolog a mai napig. Csak a magyar lal meg, meg a többi is, főleg csak a magyar lal meg. Hanem most inkább ezt végig a messze fölítem, hogy miért mondom én azt, hogy lehetnek, ugye, hogy a ragok azok a szó, végig szó előtt, kérdezik. Ugye van a magyarban, van a
magán hangzó illeszkedés. Törvénye ugye, ami oda vonzza a zenei rokont. Mély hangot, vagy magas hangot. Vagy éppen választhatunk, ha akarunk, a szomszédszörbe is tudálhatatlan. Ebből én most képezek egy szót. Milyen, mi következik, milyen hangzó következhet ehhez? Hogy szót akarok alkotni. Milyen magánhangzó? Hát ez a lényeg. Ez most szót ő. Ha-ó-ó. Igen. Akkor majd megyünk egy képzelet, hogyan tudok én ebből egy szót alkotni. Amelyiknek a lényegét ez jelenti. No, a szó elején van. Jó kezd, jól csinálják. Megkérdezem előttől, hogy a Vanda szavunk jelentését vajon a da adja, vagy a van? Világos, hogy a van. Azt jelenti, hogy együtt vannak a van. Ez jelenti. Most, hogy én azt akarom, hogy én is benne vagyok, mit kell csinálni? Meg kell ismételnem, kérem a szótöget. Bandában. Sőt, nem csak, hogy meg kell ismételnem, a nyelv arra kényszerít, hogy ne ezt hangsúlyozzam igazán, hanem ezt kicsit emeljem meg. Tehát a magyar ugye a mondatban az első szót hangsúlyozza, a szóban az első hangzót. Ez a természetes hangsúlyozás. Megint azt mondja, hogy megint valóságot minden magyarkodik. Ez a természetes hangsúlyozás, amit a magyar nyelv miért? Mert amikor elkezdünk beszélni, hát akkor a legtöbben megjött időben, azért az elejére jut a legtöbben, egyszer elrohazom. Tehát megint egy törvényszerű, teljesen természetes időről a szó, mert nem veszik felelődni. Na kérem, tehát az első ezért van. Tehát a magyar hangsúly az természetesen, amikor beszél. Ezért van az, hogy amikor nem az első szóra teszem, vagy a hangszóra teszem a hangsúlyt, aztán vigyázzatok ám, akkor plusz jelentést adok hozzá a szöveghez. Azzal, hogy a hangsúlyt eltettem arra valamit. Fölírtam a figyelmet valamire. Na kérem, tehát Bandában itt is az van, hogy itt ide tettük a hangsúlyt, és így egy picit zajlamosabb lett a dolog. Na most kérem. Ugyancsak szláv eredetűhez is. Na igen, igen, várjál. Tehát itt tetszik látni, itt a szótőben is ott van, meg a, ott van a rabba is ott van. És azt fejezi ki, meghatározza kérem, meghatározza egyszerű jelentést tartalmat, az az együtt, a barnságot, ugyanazt a barnságot, ami benne van kérdezőben a bandita szóban. A bandita is csoportosan egy csoport band, működik ugye. Vagy a bandérium, ami ismerten nevezhető. Az egy kötelező sereg volt, a bizonyos birtokon felül a nemeseknek a király háborúzott kötelező ennyi-annyi katonát kiállítani. Ez volt a bandérium. Volt egy fontos örök magyar törvény, ez a bandériumot nem lehetett kívül vinni az ország határa. Ők királyságért tekint. Ez egy nagyon fontos. Ma nem így van. Nézzük csak, mi a helyzet itt most. Kérek egy szót. Látom, akkor nem is kell mondani. Tetszik látni. Magas hang, magas hang, bendő. A bendő hol helyezkedik el? Belül. Mi a bendő valójában? Úgy van. Állatorvosi nyelven hivatalos, az a bendő, az a marha gomra. Mert én már mondom én is, hogy sokat egy dolog felállom a bendő, mondjuk nincs. Nézzük a helyzet. Ugyanaz hangban van valami, megismételjük. És mind a kettő ugyanaz, és mégis más jelent. Hol csak közébe kerül egy ilyen képzel. Igen, csak amit használjuk. A tartál, radál, baksad. Más kezdve. És gondolják meg, hogy milyen érdekes, hogy van egy ilyen szavunk, például, hogy ben, fenn, es. Nem fenn, mit jelent az? Kiről beszél az? Egy olyannal beszélek, aki együtt van egy csoportban, akiknek kapcsolata van a fentiekkel. Egy szó. Nem, ez a rá, pedig ez micsoda? Ez egy rá, ez egy mutatószó, ez meg egy képző.
Mi ennyi mindenünk ki belőle, ezt el lehet fagyalni több mondattal egy angolnak. Most én nem akarok persze azt mondani, hogy minden nyelv tökéletes, de nem egyformán. Például, ott tartunk, hogy a nyelv összeadódik, összeadódnak a jelentős tartalmak. Nézzük csak ezt, hogy jelenik meg. Azt mondja, hogy van egy szavunk a kárt. Ugye, én álltam a Golden Gate-nél, lenéztem a gyógyszeretet bárkivel, és tudtam, hogy ők nem tudják, egyik se, hogy az valójában mi ennek az elmete. Az ugyanis átjáró a hidakényeknél. Sőt, most, hogy volt szerencsém két hete visszajönni, kérem szépen, jó messziről, még messzebbről, tessék Vancouverből, köszönöm. Vancouverből, ott is van, néztem a hidat, Vancouver is egy sziget benyúlik az óceánba, van egy híd, mint a Jóisten gyönyör, Golden Gate, csak kisebb. Mondták, hogy igen, hát ugyanazt tervezte. Azt csak azért mondom, hogy ez a gát, ez egy nagyon érdekes szó. Sok van ilyen, csak egyet most egy kiemelt. Azt mondja, hogy gát. Nézzük csak meg, ez egy tárgy. Fa, föld, valamiből épült tárgy, ez a gát. Ugye? Vagy mondjuk egy lehet ez akár egy pszichológiai gát, egy gátlás, ugye egy elmond fogalom. De akkor is valamit lezár. De ennek a gátnak az az érdekessége, hogy ez nem örök gát. Ez egy tulajdonképpen olyan gát, amit le lehet zárni. Azért kellett építeni. Hogy le lehessen zárni, meg ki is lehessen nyitni. De most ezt tegyünk félre, most nézzük csak a magyarok, bocsánat. A magyar nyelvi helyzetet. Ez tehát egy tárgy, én ezt át tudom változtatni könnyedén magyarul, cselekedetté, gátol. Most itt, aki gátol, folyamatosan gátol. Mert ezt csinálja, akár csinálja, faragja, vagy gátol, vagy ott áll és nevendeni. Tessenek megnézni, hogy én ezt hogyan tudom ezt a folytonosságot megszakítani. Nem mindig gátolgat, ugye, amikor a kedvet tartja. Na most mutatok egy másikat. Fölírom, ha lehet ide. Ez itt még látszik? Igen. Na, rendület van a munkában. Megismétlem. Ugyanezt tulajdonképpen a másik is. Lankadatlan a munkában. Megismétlen, lankadatlan folyik a munkában. Kérem szépen, azt mondja, hogy koldús ismerős, ugye? Most törjük el ezt a szót, és írjuk a fordítva. Majd fordítva. Ellenkezője. Mindegyik esetben ellenkezőben van, hogy azt is fordíthatnám volna, kérem szépen, hogy na, én ték vagy tékozó. Tehát, hogy a nyelvben, ha átfordítjuk, hogy átvisszük, ellenkezőjére változik is. Na kérem, de ehhez azt kell tudni, hogy miért koldus a koldus? Mit jelent az, hogy kol? Honnan? Kerestem, hogy ez honnan van. Ezt kérem, még ma is használják ezt a szót. Kárgálunk.
ma is használják a például a hentesek. Tehát amikor... Azt jelenti, hogy mit tudom én, a nagy vásártérről, vagy honnan hoznak a nagybani húst, csak egy mázsát hoznak, de 95 kilót fizetnek. Mert azt diszként számolják el. Most ha ügyesek, akkor még ők abban 2 kilót tudnak maguknak, ugye ez a kálló. Ez itt van. Hát arról van szó, hogy maradék. És mit csinál a hordús? Miből van neki sok? Hát dús a tuszkál, ugye? Maradék. Na most kérdezték, tehát azt jelenti, ezért jelenti ez a szegénységet. Nézzük meg itt, mi történik. Itt dúska, hát itt a dús a hangsúly, és nem a maradék. Tehát, hogy a magyar alapvetően ezt játsza, amit például ez a szám. Melyik a legkisebb szám itt végül is? Hát ez a legkisebb, mert egy. Többi mind sokkal nagyobb, ugye? És mégis ez a legnagyobb. Tehát a magyar nyelvben nem csak alaki értéke van a hangzóknak, hanem helyi értéke is van. Ahogy a van benné tetszenek látni, a benn, hogy a, itt a helyi érték meghatározza, hogy egy csoportban egy emberről van szó, ott pedig azt határozza meg, hogy abban van valami. Meghatározom, hogy egyrészt belül van, másrészt kérem szépen, másrészt meghatározom, hogy van valami benne. Még abban is, annak a belső részében. Tehát ezek helyi értékek. Mégis a magyar ABC minden hangzója, egyesével, kivével ugye az XY-t, aztán nem is van, mivel. Egyesével, másodott, harmad magával tisztségviselőként szerepel át. Szeretem. Most ezek, ahogy emlegettem, fontos, hogy tudjuk, hogy ezek mind önálló jelentésű szavak voltak minden rag és képző, ma is azok, csak nem gondolunk rá. De ők ezt tudják. A nyelvnek viszont emlékezete van. Azzal fejezem be, az emlékezettel, és nem tudom, hogy esetem kérdésre számíthatok-e egy-kettőre talán, mert akkor nem érdemes sokkal tovább menni, akkor azzal befejezem. A számról még annyit, hogy vajon melyik több, a számos vagy a számtalan? Én szerintem erről számtalan vélemény van, nem biztos. A szám csodálatos. Most ezt tudatom, és készen a legközelebbi könyvemnek az lesz a címe, a címe már megvan. Az a címe, hogy emberszám. Amire szóval nincs. Emberszámra lesz. Úgy van. Tehát akit számítnak, ugye, vagy akire nem számítanak, a számíthat arra, hogy ő se számítanak, és úgy se veszik emberszámba. Tehát a szám, hogy egy ember attól lesz, a teljes méltóságában attól szerepelhet, hogy ember számba veszik. Most én keresem ezt a cudar szót, mert nem tudom, hogy mi ez. Már nézegetem, kérem szépen a számulájt, ahol a szó elején Japánban ott van, és rendkívül jelentése van. Tehát egy olyan szakrális jelentése van a számulájnak, aki nem olyan, mint a többi ember. Aki sok mindennel különbözik a többi embertől. Mert más a viselkedése, a vallás, a vallomása, a hitvallása, minden más. És van kérem a finn Kalevala, amelynek egy főtárgya, amiért folyik a küzdelem, az a szampó, úgy van. A szampóról nem lehet egész pontosan tudni, hogy micsoda. A Kalevala azért fontos, mert a Kalevala kérem szépen a kőkorszak végén, a bronz és a vaskorszak elején játszódik le. Amit leír, akkor játszódik. Ez a szampó, ez nem más, mint egy csodamalom, amit mindenki meg akar szerezni, mert abban a hordóságban, abban aranyban, meg minden. Hát itt talál, ezen a három helyen találtam, még most keresem a kecsúlába, hogy megvan-e, vagy mondjuk a szóval már más nyelvben is meg kell nézni, hogy a szám alak megvan-e.
Mert nem csak azt jelenti ám, mint a szám, hanem azt jelenti, hogy mondhatom azt, hogy részemre, nekem, számomra. Számomra lesz közömbös, nem fontos. Vagy éppen számomra ez nagyon is fontos. Tehát a számot nagyon különös módon használjuk. És nézzük meg, hogy akit számkivetnek, száműznek, akivel leszámolnak, azt nagyon gyakran meg is semmisítik. Tehát a leszámolás halált, életet halált jelent. Könnyen. Azt nem szól az, hogy számla meg kiszámolják, felszámolják, és itt tovább. Tehát van, hogy 50, tessenek egyszer szórakozásból összeírni ezeket, hogy a szám mennyi helyen szeretem. Nem beszél, mondjuk egyéb, azt, amit mondtad belőle, hogy számos és számtalan. Itt megint ugyanaz, egy posztol képzővel szemben áll ugye egy állítás, és mégis úgy tűnik, mintha majdnem magyar szeretni. Mint ugye a világmindegység sem megérte. Az erdélyi zsóványában, a zsóványászoknak volt egy saját száma, hogy apáról a fiúra öröklődött, és amikor kivágta a sótörbet, ezzel jelölte meg. Na jó, hogy tetszik mondani. Na, akkor találtam egy nyomot, hogy a szám embert jelent, konkrét ember, és akkor azt szerint számolják, igen, hogy neki a... De a hosszú szintetre visszamenjenek, így van. Na, akkor egy hozzában el kell idézni. De ugyanilyen értelenséget biztosított például a raboknak a számot. Ha a személyiségüktől gondta, megbocsánat. Úgy van, úgy van. A számunk volt, és nem álljuk. Ezzel is lehet. Tehát ezeket nem vették ember számba, csak számba. Igen. Na, hát nagyon jó ezt tetszenek látni, hogy milyen furcsa mell lesz. Hogy mennyire finom és mennyire megkülönböztet, mennyire érdemes utána nézni, hogy egy szó miért ilyen, amilyen. Hogy a mögött mi van. Tehát mondjuk egy szavunk mögött egy egész történet van. Mint gondoljanak arra, ugye nem tudom, végigmondtam-e, hogy az egyivás, hát azok az egyivású halak, akik egy időben, ugye, mint ikra kerültek bele vízbe, és akkor azok egyivásúk, én már nem tudom, 5 hónap múlva, ott lehet már halászni, tehát ekkorát, meg ekkorát. Most ugyanilyen dolog, kérem szépen, László Gyula írja, van kérem szépen az egy öntetű. Ebben az az érdekes, hogy mindig kettő el van fogalom, mert az egy öntetű, az kérem egy öntetű vélemény. Ugye? Holott Gyula bácsi szerint ezeket a díszes tarsolyokat, ezeket nem csak kalapálással alakították, hanem öntötték is. Azért voltak egyformák, mert egy öntetűek voltak, egyformából kerültek ki, és az egyforma is már utal arra, hogy valami formába került és öntődött bele. Mert kérem, hát ilyen nyelvünk van nekünk, a számokról még sok nem kéne mondani, majd még ha lesz rám mond, majd beszélek róla, mert az a tény. Tartottam én előadást San Francisco mellett, az ott San Francisco közlekele van a szilícium bölgy, úgy hívják, hogy szilíciumok mindent. És hogy egymást érik a számítógépes intézmények. Tele vannak magyarokkal. Fiatal magyarokkal. Ilyen 20 és 30 közötti magyarokkal. Sokan. Azonnal fölveszik őket, ha innen mennek. Sikerült nekik velük beszélni, előadást tartottam nekik. Nem voltak ilyen sokan, de úgy 40-en voltak, egy magánházban gyűltek össze. Megszervezték gyorsan, hogy legyen egy ilyen előadás. Lényeg az, hogy nagyon élvezték az egészet, és azt mondták, hogy hát ők mindig tudták, hogy az angol az egy segény nyelv. Hát most ne vegyék komolyan, azonban valóban arról van szó, hogy az angolok is félnek. Attól félnek, teljes joggal. Most gondolják el, hogy számítógépet egyrészt ugye magyar ember találhat fel. Erről egy külön fejezetet írok itt, hogy miért találhatta fel Margit Neumann János a számítógépet. De magyar gondolkodott. Azért. Kiment és föltalálta. Ahogy a számítógép nyelvét, ezt a basic nyelvet is Kemény János, John Kemény. Ő csak 3 éve halt meg. Na tehát ez ezzel függ össze. Mert a kettes számrendszerben, ja igen, hát tetszett látni, hiába, kihagyom. A kettes számrendszert használták a piramis építők.
ezelőtt, most 6000 évben, meg 3800 Krisztus előtt, meg 2000, hozzáteszünk, 6000 évvel ezelőtt a kettes számrendszert használták, nem pedig a más. Mert nincs, ott nem lehet szorozni, most összeadni és kimondni lehet. Ugyanaz működik, mint amit a mérnökök használtak a rovarlét, amikor egyetlen vízszintes mozgásra lehetett elvégezni a számolást. Na ugye ez azt idézi a rovarlét, azt a legprimitívebb módszer, tehát egyszerűbbet inkább mondjuk így, amivel mégis egyetlen vízszintes mozgásra lehet ugye a számításokat elvégezni. Na kérem, tehát a mi nyelvünknek, és nyugodtan most már egész vállalok mindent, hogy magyarkodok, meg mindent, aztán majdnem 50 évvel foglalkozom ezzel, és látom, hogy nem kell itt magyarkodni. Akár az hozzányúlok ilyen elő. Nem kell itt magyarkodni. Ez jön elő, hogy emlékezete is van a magyar nyelvnek. Emlékezete. Tehát mi már nem emlékszünk rá, de az egész nyelvnek van egy közös emlékezete. És ezzel fejezem be. Lehet, hogy már mert ezt azért el szoktam mondani, mert nem csak igaznak tűnik, hanem jó vég is, ugye, ilyen előadásnál. Kérem szépen, van valami, amit egyformán mondunk, amikor valami kis baj kerül el bennünket, és nagy baj, különböző baj kerül el bennünket, ugyanazt mondjuk. Ugyanazt a szót, amit sosem mondta nekünk, hogy ez mit jelent, hogy ezt kell mondani, mégis ugyanazt a szót mondjuk, akkor amikor valami baj elkerül bennünket, amikor az utcán jönnöm szembe valaki, nem szívesen találkoznak, de hirtelen befordul, és akkor megkönnyebbülünk, és azt mondjuk, mint azok, akik kijöttek ugye a bombázás után a bunkerből, és vagyis a magyar nyelv emlékezetében egy nagy vízveszély van. Mert másként ennek nem lenne ez a jelentése. Hogy megúsz. Miért? Én sok nyelven megnéztem, semmi külön jelentése, nincs úszás. Erről van szó, semmi más. Úszunk, mi vagy úszik a hajó. Minden esetre az majdnem biztos, 99,99, hogy ahol volt ez a bizonyos micsoda, özenvíz. Azok ott voltak, akik ezt a nyelven beszélték, és nem úszták, ezért tartunk, hogy most már beszélünk, mert nem mások.